Bátorinak jól esett Szántó megszokott vigasztalása, bár jobban szerette volna, ha levele helyett ő maga jött volna. De ennek nem csak a politikai zavarok állták útját, hanem a közlekedés nehézségei, a leveleknek néha hónapokig tartó késései, egymást érő keresztezései. Így például 1575. július 23-án Eberhard felszólította Maggiót, hogy indítsa útnak a kijelölt rendtagokat, amint ő is hazabocsátja Szántót. Ennek megfelelőleg Maggio is értesítette Bátorit, hogy küldjön egy kísérőt, mert mehetnek már a társak. Közben azután megérkezett a generális egy újabb intézkedése, mely a polgárháború miatt újabb halasztást írt elő. Ezt ajánlotta a szentszék is, mivel a háború miatt könnyen veszélynek tennék ki magukat, aminek pedig nincs értelme. Meg kell várni a fejedelem újabb jelentését, és ha ez kedvező lesz, úgy nekivághatnak az útnak. Bátori nem is késett ezzel. Mihelyst rendet teremtett otthon, rögtön elküldte követét Makióhoz, hogy tájékoztassa a tényleges helyzetről. Írt Szántónak is. Megköszönte figyelmességét, s arra kérte, hogy most már ne halogassák a jövetelüket. A követ karácsony táján érkezett meg Bécsbe. Minthogy a provinciális a következő év január 21-re tartománygyűlést hívott egybe, azt tanácsolta, hogy várják be ennek döntését, s Szent György napja táján jelentkezzék nála újból, s akkor minden valószínűség szerint mennek vele a páterek. A tartománygyűlés tárgyalta a megtelepedés kérdését, s ebből kifolyólag egy memorandumot szerkesztett a generálishoz, mely az erdélyi misszió létesítését haladéktalanul szükségesnek mondta ki. A memorandum a következő pontokkal indokolta a kérést. 1. Erdély püspöke, Bornemissza Pál, száműzve van, s Magyarországon él. Már egészen elaggott, és semmi remény sincs arra, hogy valaha is visszatérhet egyházmegyéjébe. Sok falunak papja sincs. Emiatt a nép hitélete nagyon aláhanyatlott. A társaság megtelepedésére tehát igen nagy szükség van. A fejedelem már 4 év óta várja a sokszor meghívott atyákat. Az unitáriusok elvesztették legfőbb emberüket, s a fejedelem a társasággal rokon szenvezik. A székelyek szintén ragaszkodnak a jezsuitákhoz, több város nyíltan vissza akar térni az ősi hitre, amit azelőtt nem mert megtenni. A fejedelem és az ő bátyja, Kristóf kapitány, már több alkalommal elküldték követüket, de a tervezgetésnél tovább még mindig nem jutottak. Pedig gyakran kérdezik, jönnek-e már az atyák? Különösen Páter Szántót várják nagyon. Ezen kitartás, amit végletekig nem lehet fokozni, mutatja, hogy a missziót okvetlenül fel kell állítani. Azok a nehézségek is elmúltak, amik miatt eddig késett. A polgárháborúban Békés előbb veretett le, mint annak híre Bécsbe érkezett. A lengyel királyválasztás kérdése is megoldódott, amennyiben a rendek Miksa császárt emelték a trónra. Nem fenyeget a török háború veszélye sem, mivel a szultán szövetkezett a fejedelemmel. Végre Bátori újólag kérte az atyákat. A közbejött akadályok mind megszűntek, így tehát a gyűlés a misszió megindítását ajánlja, ami egyelőre a legfontosabb a társaságra nézve. 3. Ha a társaság a kedvező alkalmat most is elszalasztja, az emberek kétségbe vonják bátorságát és szava hihetőségét. Nagyon jó szolgálatot tenne, ha egy törökül beszélő páter is menne. Az elaborátumot Páter Franciscus Antonius vitte Rómába, aki élőszóval még hatásosabban mondta el, hogy mi örömmel készülődnek a bécsi atyák Erdélybe. A generális most már megadta volna hozzájárulását, azonban az egész ügyet Komó bíboros vette a kezébe, s oly politikai bonyodalmak álltak elő, amik ismét hátravetették. A francia származású Henrik lengyel király ugyanis lemondva a trónról visszatért hazájába. A királyválasztás a lengyeleket pártokra szaggatta. Az egyik részt Miksát, a másik pedig Bátori Istvánt választotta jelöltjének. A szentszék Miksa jelölését támogatta. Tartott attól, hogy Bátori, mint a szultán szövetségese, nem veszi fel a török elleni harcot, sőt, a valószínűség látszatával bírt az is, hogy neve alatt majd a szultán uralkodik Lengyelországban, és így megnyílik számára az út Magyarország, Ausztria és Németország felé is. Nehéz küzdelem után mégiscsak Bátori győzött. Az 1576. január végén tartott megyesi országgyűlésen el is búcsúzott erdélyi népétől, hogy elfoglalja a lengyel királyi trónt. Új hazájának a rokonszenvét gyorsan megnyerte, amit még fokozott a Jagelló család utolsó leányával, Anna hercegnővel kötött eljegyzése is. Május 1-én megkoronáztatta magát, másodikán pedig örök hűséget esküdött szíve választottjának. Ellenségei rossz szemmel nézték emelkedését, és befeketítésére mindent elkövettek. Különösen az osztrák párt fondorkodott ellene. Rómában bevádolta, hogy a szultán hűbérese, személyi ambíciójának feláldozta vallási meggyőződését, szövetkezett az unitáriusokkal, s félő, hogy nagy hatalmát is ezek javára használja. Érthető, ha ezek a híresztelések a szentszéket tartózkodóvá tették. Egy időre elhidegült tőle nem csak politikailag, hanem egyébként is. És most már hiába küldte volna Eberhard generális fiait, Komó bíboros és 13. Gergely pápa ezt ellenezte. Bátori jól lehet a múltban annyi elismerésben részesült a szentszéktől, most kegyvesztett lett. Talán csak egy ember akadt Rómában, aki bízott benne, s ez Szántó volt. A királyra nézve most szinte gondviselésszerű lett, hogy az ő kedves páterja még mindig az örök városban tartózkodott, ahol mindent elkövetett, hogy a Bátoriról szóló fekete híreszteléseknek a hitelét elvegye. De Bátorit sem hagyták ezek közömbösen. 1576. július 5-én levelet írt a pápának, amelyben arra kérte, hogy ne adjon hitelt azon mendemondáknak, melyek az ő hűségét a szentszék iránt akarják kétségbe vonni. Biztosítja, hogy továbbra is megmarad katolikusnak, de miként népe szívesen védte mások szabadságát a kereszténység ellenségével szemben, úgy saját országa szabadságáért is kész életét feláldozni. A király ezen levele Szántó tudomására is eljutott. Mint egykor fejedelemsége kezdetén, úgy most is sietett őt, mint királyt üdvözölni. Magasztalva írta neki, hogy a királyok négyes tulajdonságát, nevezetesen a hódolatot Isten iránt, az igazságot és az irgalmat az alatvalókkal szemben, s a hadvezéri képességet az ellenség legyőzésére a legmagasabb fokban megtalálja benne. A vallásos buzgalmat úgymond őseitől örökölte. Erdély főrangú családai között jóformán a Bátoriak az egyedüliek, akik katolikus hitükben sohasem ingadoztak. Őt is szülei buzgó, vallásos szellemben nevelték. A közpályára lépve a kormány élén álló férfiak ígérgetésekkel, majd fenyegetésekkel akarták a katolikus egyháztól eltántorítani. De álhatatos maradt, amiért üldözték, sőt, életét is veszélyeztették. Ezzel sem törődve, udvarában katolikus papot tartott, misét hallgatott, jobbágyait erősítette a hitben, templomokat építtetett, pártfogásba vette a boldogságos szűz tiszteletére végzett somjói zarándoklásokat is. Az erdélyi fejedelmi méltóságra jutva nem késett hódolatát bemutatni a pápának. A magyarországi püspököktől papokat kért, a jezsuitákat megszerette volna telepíteni. A protestáns és unitárius lelkészeknek megtiltotta a katolikus egyház ellen szóló prédikálásokat, közülük a békebontókat száműzte. A lerombolt katolikus templomokat helyreállította, az elidegenített egyházi javak visszaadatását is megkezdte. Vallásos lelkének nem csak ezen megnyilatkozásait említette meg. Védelmébe vette azon vád ellen is, mintha a más vallásúak révén jutott volna a lengyel trónra, s a töröknek eladta volna magát. Nem kárhoztatta, ellenkezőleg erényei közé sorozta még azt is, hogy annak idején a protestáns rendek őt kívánták erdélyi fejedelemnek, most pedig az unitárius Blandratájék követségbe jöttek hozzá, hogy fogadja el a lengyel királyi trónt. Azon sem ütközött meg, hogy szövetségese lett a török szultánnak, hiszen ezt megtették a legkeresztényebb francia királyok, a lengyel uralkodók és a velencei köztársaság is. Különben is megengedett a pogánnyal való szövetkezés oly esetekben, ha az nem irányul a katolikus uralkodók ellen, nem akadályozza a katolikus vallás terjedését, és oltalmat nyújt más hitetlen nép ellen. Mély vallásosságával párosul nagy igazság szeretete. Emberek közt nem szokott különbséget tenni, hanem egyformán szolgáltat mindenkinek igazságot. Jósága szintén oly nagy, hogy ha ellenségei kegyelemért esedeztek, nem csak megbocsátott nekik, hanem még kitüntetésekkel is elhalmozta őket. Hadvezéri képességei is közismertek. Fogaras várát, mely a szultánnak hónapokon át ellenállt, ő 3 nap alatt megvívta, s Békés Gáspárt is elég könnyen leverte. Ezek után bátran levonja azt a következtetést, hogy lengyel királyát történt megválasztásán nem csak a lengyelek örülhetnek, hanem Erdély, Magyarország, a katolikus egyház, de legfőképpen a Jézus társaság. Szántó ezen levele apológiának is beillik. Gondja volt rá, hogy nem csak a címzethez jusson el, hanem még inkább a Szentszék befolyásos tagjaihoz. Érezte, hogy levele meghozza majd a kívánt eredményt, s megváltoztatja a bátori ellenes hangulatot Rómában. Másolatát tehát átadta a vatikáni könyvtár őrének, Reinaldoz Frigyesnek, aki viszont megmutatta Sirletto bíborosnak. Neki úgy látszik, nagyon megtetszett a levél, s tartalmát közölte több bíboros társával, sőt magával a Szentatyával is. Szántó elérte a célját, mert a bátori ellenes hangulat úgy eloszlott, mint a kötpára. A pápa most már nem habozott vele a korábbi kapcsolatot újból felvenni. Üdvözlő iratot intézett hozzá, melyben kiemelte vallásos buzgóságát és hűségét az egyház iránt. Megvan róla győződve, hogy méltóságának a gyarapodása, vallásos buzgalmát is fokozva, minél fogva őt szeretett gyermekeként öleli magához. A pápai iratot s Szántó levelét Zamoyszki követ vitte Krakóba. A királynak ez olyan elégtételül szolgált, hogy az osztrák párt vádaskodásain már csak mosolyogni tudott. Hálás volt Szántó iránt, mert nagy részben neki köszönhette, hogy Rómában eloszlottak a róla szóló balvélemények. Ha eddig is szívesen fáradt az egyház érdekeiért, ezután még inkább. Ha barátjának tekintette eddig is az egyszerű jezsuitát, szeretete iránta mostantól kezdve még csak fokozódott. A pápának megköszönte szíves figyelmét, a jezsuitákkal pedig újra felvette a tárgyalás fonalát. Most páter Vujek Jakab pozeni rektorhoz fordult. Megígérte, hogy 4 páter részére úti költséget küld. Közülük 2 azonnal induljon Erdélybe, a másik 2 pedig várja be nála az ő visszajövetelüket, s ha alkalmasnak találják Erdélyt a megtelepülésre, úgy mind a 4-en menjenek. Miután leszámolt az orosz cárral, s végzett Danzig ostromával, Uhánszki Pál követét Rómába küldte, hogy ugyanezt közölje a generálissal is. Szántónak meg adja tudtul, hogy már most jöjjön vele haza. Sajnos még mindig csak levele érkezett meg, mely tele volt kedveskedéssel, csak hogy a királyt kitartásra bírja. Elmondta benne, hogy nevét nem csak Rómában, de egész Itáliában tisztelettel emlegetik, képét pedig ércbe vésve sokszorosítják. Bebizonyosodott, hogy méltán védte őt látatlanban is. Egyedül a németek haragúsznak rá engesztelhetetlenül. Lépten nyomon terjesztik róla a különböző híreket, hogy hol kard, hol pedig méreg, illetőleg golyó által pusztult el. Szerencsére, hogy senki sem ad hitelt nekik. A Rómába zarándokló lengyelek pedig boldogan újságolják, hogy megnyerhették őt királyuknak. Őt kizárólag csak az bántja, hogy még mindig nem lehet hazájában, de reméli, hogy a legközelebbi követtel már ő is mehet. Ezért kéri is a királyt, hogy azonnal indítsa útnak, ha pedig már elindult, siessen. Ha siet, szaladjon. Ha szalad, repüljön. Hihetetlen, hogy a késedelem folytán hány lélek veszik el Erdélyben. Bátori sietett is követét újból útnak indítani. Erről az újabb tárgyalásról nincs írásos bizonyítékunk. Csupán annyit tudunk, hogy a követ most is Szántó nélkül tért haza, s a jó páter szíve tovább sajoghatott a honvágytól. Ez annál jobban marcangolt, amivel páter Leleszi János 1578-ban már Magyarországon járt, s provinciálisa megbízásából ellátogatott Erdélybe is, hogy terepszemlét tartson. Ő volt tehát az első fecske, aki megérkezett, hogy ezután maga után csalogassa a többit is, elsősorban Szántót, aki legbuzgóbban fáradozott Bátori Istvánnal, hogy megalakulhasson az erdélyi misszió.